családnak van egy olyan fantasztikus hatása, vagy nevelő hatása, amit általában azok az emberek nem tudnak, akik nem ilyen közösségben élik a gyerekkorukat. Én egy ilyen családban születtem, öten voltunk testvérek, mindannyian, mondtam, a képzőzeti területen, illetve iparbeszédi területen. Édesapám festőművész volt, ábrázoló geometriai tanár, a Műszaki Egyetemnek volt a docense. Édesanyám szintén festővész, aki akvarelista volt. A két ember eltért egymástól, nagyon határozott és kemény ember volt, apám nagy tudású ember. Anyám úgy szintén egy intelligens és egy nagy tudású asszony volt, de egy lírai alkat, tehát ez a kettő nekünk, mint gyerekeknek, ez egy pontosan jó kép volt ahhoz, hogy az embernek az lelki egyensúlya és a családban vetett hite az kialakuljon. Nos, a másik oldalon pedig a nagy családot tekintve, én szintén egy nagy családba házasodtam be. Feleségem Páger Mária Bernadett, ők 8-an vannak testvérek. Nem volt abszolút idegen az a közeg, amikor őket megismertem, sőt, még inspirált is engem. Na most ezt azért mesélem el, mert én nekem is 5 gyermekem van, tehát én úgy élem meg ezt az egész nagycsaládi kérdést, hogy nagycsaládban nevelkedtem, nagycsaládból hozott feleségem van, vagy kapott feleségem van, és van egy 5 gyermekes családom 10 unokával, és hát ez maga már egy olyan alap, hogy az ember megéri azt, hogy mi is, milyen is úgy élni, hogy az ember sohasem a maga javát nézi, hanem mindig a másik javát. Ennek ez a törvényszerűsége, hogyha ilyen közösségbe élünk, főleg az, hogy gyerekek, annak idején nagyon nagy szegénységben voltunk még a szüleim idejében, tehát az 50-es években, én ugye 42-ben születtem, de az éveimnek a nagy része az abban a korszakban történt, ami a múlt korszak, ez a bizonyos kádári időszakban, és az megelőző is bele tartozik még, tehát a középiskolát például 1956-ban kezdtem, és tudom, hogy a forradalmat is úgy éltem meg, hogy éppen hazafelé indultam, amikor a tüntetéseken indultam. Ma délután hatalmas ifjúsági demonstráció zajlott le fővárosunkban. De mi, akik itthon részesei vagyunk annak a nagyszerű erjedésnek, amely szenvedélyes gyűléseken, újságcikkekben jelentkezett az elmúlt hetekben, számítottunk erre.